Sziasztok, sziasztok! Köszöntelek benneteket, tartsatok velünk! Van egy új masinánk, egy Volkswagen Golfot fogunk megnézni. A járművünk az 2010-es, pontos melyik hónap azt majd mindjárt megtudjuk, koncertótól, mert nálam van a forgalmi, és egy dízelmotor dolgozik ebben az autóban, egy 140 lovas dízelmotor, ami szépen szedi a lábát. Ráadásul rendkívül kényelmes és gyors DSG váltóval van ugye szerelve ez az autó, fantasztikus szép bőrkormánnyal, tele extrákkal, és olyan DSG váltónk van itt még, amit innen a kormány alul, mögül lehet vezérelni, mint hogyha Forma 1-es versenyzőnk lennénk. Hát Concerto nem versenyez semmilyen szinten, mert annyira nem szép már, viszont van egy forgalmi engedélye. Méghozzá látjuk, hogy 2010, 7. havi ez az autó, méghozzá PYL 355-ös Golfot nézzük, ugye, ami a miénké, hogyha megfordítjuk, ugye, itt a hátulja látjuk, M3 autópark a tulajdonosa, 2025 10. hóig műszaki vizsgával rendelkezik, és akkor lássuk, hogy mit rejteget ez a motorháztető. Meghallgatjuk, persze megyünk is majd vele. Először is látjátok, hogy menetfénnyel rendelkezik, xenonos és lámpamosós és kötfényszórós, és elől a hátul tolató szenzorok, és ugye találunk eső és fényszenzort is ebben a szélvédőben. Ezt tudtuk itt hirtelen meg. Azt, hogy új aksi van benne, azt is tudjuk, és el tudunk nézni ide, meg tudjuk hallgatni a motort. Itt ez volt a 140 lovas dízelmotorunk, amit majd megrúgunk egy kicsit, és megnézzük, hogy hogy megy. Volkswagen alufelnik vannak az autón, és téli gumiszett a járgányon. Ugye három ajtós, jó nagy ajtó van, könnyen be lehet szállni hátra, amit majd mindjárt meg is fogunk tenni. Aztán van rajta egy vonóhorog, ami leszedhető. Ha kell, ha nem kell, elteszitek itt is a szenzort, és itt pedig egy nagy tágas csomagtartó kalaptartóval együtt, és nagyon szép tiszta különben a kocsi, úgyhogy szép egészséges, van itt hátul is egy 12 voltos csatlakozó, meg ugye világítás, mert persze le lehet dönteni ugye a támlákat. Jó kis zöld üvegezése van, innen B-oszloptól egy komolyabb sötétítés kapott, aztán légzsákból találunk ugye elő oldalt, aztán ha be akarunk ide csücsülni oda hátra, mármint a kollégák már ide becsücsültek, tehát ugye 5 személyes, viszont van egy kartámlánk, lehajtottuk, és Feri Peti kollégám nagyon kényelmesen ott el vannak, és közben ránéztünk, hogy van ugye függöny légzsák is, meg izofixes bekötési pont. Az ülései szépek, nincs kiülve, nincs kiszakítva, nem cigis az autó, van két elektromos ablakunk, centrálzár és elektromos tükör jobbra-balra. Akkor nézzük meg, mi van itt a belsejében. Közben bekötöttem magam, szépen bekapcsoljuk a fűtést, így né, dupla automata, és begyújtunk magunk alá és Concerto alá. Megnézzük, hogy dolgozik, a digitális kijelzéssel mutatja a dolgokat. Fölhúztuk az ablakokat, ezt lehalkítom, ugye van benne navigáció, rádió és telefon, bluetoothos, ugye ez a szerkentyű, meg CD-t is elfogad, és még valami csatlakozó biztos, hogy van hozzá még, itt egy AUX csatlakozó, így igaz. A klímát mutattam nektek, ugye ülésfűtés és menetstabilizátor, DSG-s, amit tudunk ugye kezelni kétféleképpen, tehát vagy egy automattában, vagy ugye kézzel tudjuk, meg van egy sport verziója is, most maradjunk inkább ezen a normálnál. 303.489 km futott az autónk, és fel kell fújni a gumit valahol, valamelyiket. De ez most minket nem zavar, mert hogy megyünk egy kört vele. Automata ugye fényszenzoros, be is kapcsol, most már érzékeli, mint látjátok, rögtön kigyullad a lámpa, tehát az érzékelője észrevette már, hogy megy le a nap, és ténylegesen úgy is van. Amúgy kultúrát, szép a belső, nézzetek meg, nincs lekarmolva,
középső rész is nagyon szépen egybe van, kormány is rendben van, az is jó állapotú, és ezen kívül itt ezen a karon van egy pár darab billentyű, mert ugye a tempomatos és az autónk ez nagyon jó fel van szerelve, rengeteg jó extra van benne, és nézzük meg, hogy ha itt egy gyorsan vált, hihetetlen, hogy csináltak ezek meg, hogy ilyen gyorsan lehet váltani, mert kézzel nem lehet ezt megcsinálni. Úgyhogy nagyon élmény dús különben egy ilyen autó, mert rendkívül gyors oda-vissza váltásokkal nagyon élmény dússá tesz itt a autózás, persze 140 lóerős, nagyon szépen szedi a lábát, nagyon jól lehet vele előzni is. Sűthető, ja, be is hajlik a tükör, most nézem, aha, igen, ezt se láttam előbb. Mindjárt visszatekerjük. Ezt a Mazdást gyorsan utolérjük. Fordulat szemére, hogy rúg le föl. Eszmélet nem mondom jól vált. Na hát, sokkal többet kellene autóznunk vele, hogy jobban érezzem magam, mert ez a mai nap, ez legalább ezzel az áródott, hogy mentem egy jó autóval, amilyen szuper, szerintem nagyon jó extrás, és rendkívül jól megy. Ezt Concertoval tapasztaltuk, az ülésfűtés pedig szintén tapasztalom, hogy nagyon jól fűt, és ezt ugye lejjebb tudjuk ugye venni, sőt ki is tudjuk kapcsolni. Tehát ezen az autónk, az M3 autóparban, tudjátok hol vagyunk, Budapest, 15. kerület, Szent Mihály út, 90 szám. Ide kell jönnötök egy Volkswagen Golfért ezzel a sok-sok gyári extrás ezüst metál színű darabért. A viszontlátásra legyetek jók!